227 ezeren dolgoztak az év második negyedévében szabolcs megyében, közülük mintegy 42 ezeren közfoglalkoztatottak. A múlt heti közgyűlésen döntés született arról, hogy a közgyűlés összegyűjti a programmal kapcsolatos tapasztalatait, és megosztja azt a Nemzetgazdasági Minisztériummal, olyan javaslatokat is megfogalmaznak, amelyekkel a térségbeli foglalkoztatás javítható. Szabolszatnál Bereg megyében az év első 9 hónapjában átlagosan 34200 álláskeresőt tartottak nyilván, 16,2%-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A megyében mintegy 42 ezeren dolgoznak a közfoglalkoztatásban, közülük 7 ezeren 25 év alattiak. Valamennyi képviselő, közülük sok polgármester is úgy vélekedett, felül kell vizsgálni a közfoglalkoztatási rendszert. Azt látjuk, hogy bizonyos emberek, akik ebben a rendszerben bekerültek, elkényelmesedtek, és nem nagyon szeretnének más munkahelyre menni még úgy hogy itt jóval kevesebb a jövedelem. Látjuk azokat az ellentéteket, amelyek kialakulnak a foglalkoztatáson belül, és közben meg már a megyébe is, ahol a legmagasabb a munkanélküliség, vannak olyan helyek, ahol munkaerőhiány van. Nem látjuk kidolgozottanak a napi napszám munka és a közmunka élését, tehát nagyon sok olyan feladat van, amiben egy, egységre jutottunk. A közgyűlésen a tárgyalásokról is szó esett. Nagyon pozitívan értékelhető innen Nyíregyházáról, hogy most már a kormányzat is elkezd azon gondolkodni, hogy minimálbér elmérésre van szükség, de ez egy nagyon veszélyes út, mint ahogy a napirend vitájában is elhangzott. Nagyon nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a versenyszférában jól teljesítő, vagy akármilyen módon teljesítő foglalkoztató helyek járulékai csökkenjenek, nem fog menni másképp. Köszöntöm a stúdióban Szabó Istvánt, a szabolcs szatmár megyei közgyűlés alelnökét. Jó estét, Jó estét kívánok! Azt gondolom nem véletlen, hogy éppen szabolcs szatmár megyében a közgyűlésen vetődött az fel, hogy javaslatokat kellene megfogalmazni a foglalkoztatásban kialakuló anomáliák megszüntetésére, hiszen szabolcs szatmár megye az egyik legnagyobb közfoglalkoztató, ha úgy tetszik. Így van, összességében a a munkaerőpiaci helyzettel és a közfoglalkoztatással való foglalatoskodás, és az erről folytatott diskurzusoknak mindig helye van a mi megyékben. Ennek apropóját a legutóbbi közgyűlésen az adta, hogy szokásos éves beszámolóját tartotta a kormányhivatal munkaügyi és foglalkoztatási főosztálya. E két tárgykörben az egyébként abban konszenzus élvező dologban, hogy el nem választható két kérdésről van szó a munkerőpiaci helyzetről és a közfoglalkoztatásról a mennyében. közfoglalkoztatásról elsősorban azért sem, mert hogy Borsod megye és Szabolcszatpár megye adja az országos közfoglalkoztatás 40%-át. Másrészt pedig nálunk vannak a, a legszorosabb összefüggések a munkerőpiaci helyzet és a közfoglalkoztatás világa között. Nos, ez volt az apropója annak, hogy a közgyűlés legutóbbi ülésén együttesen tárgyalta ezt a két kérdéskört. Mik azok a legfontosabb anomáliák, amik felmerültek, ami miatt erre szükség van? A tárgyalás oka nem az esetleges anomáliákból következett, és én nem is nevezném sommásan, dominánsan anomáliáknak azoknak a jelenségeket, amelyek tapasztalhatók a elsősorban a közfoglalkoztatás területén. Az a helyzet a megyei közgyűlésben, hogy számos gyakorló polgármester tagja a megyei közgyűlésnek, ezért rendkívül közeli és mély tapasztalataik vannak, gyakorlati tapasztalataik vannak a közfoglalkoztatás világával kapcsolatosan, és tekintettel a települési sajátosságokra, arra a gyakorlatra, amely az ő településeink, az általuk vezetett településeken zajlik, és ott szerezhető tapasztalatokra, elmondták az eredmények mellett azokat a, a Korrekciót igénylő, és, és felhívták a figyelmüket azokra a jelenségekre, amelyek különböző szintű beavatkozásokat igényelhetnek annak érdekében, hogy hatékonyabb legyen a közfoglalkoztatás. Ugyanis ma már elmondható az, hogy nagyon sok tapasztalat gyűlt össze a közfoglalkoztatással kapcsolatosan és ma már sokkal differenciáltabban kell kezelni a közfoglalkoztatást, ma már észre kell venni azokat a különbözőségeket a közfoglalkoztatásban, a résztvevők, résztvevőket nem lehet egyként kezelni, külön-külön személyükben is más-más adottságokkal, más-más élethelyzetben vesznek részt a közfoglalkoztatásban, és az a cél, és az, abból a cél, annak a célnak és annak a szándéknak a sikere szempontjából sem egyenlő eséllyel indulnak, hogy a közfoglalkoztatásból az olyannyira kívánt átlépésük megtörténjen a versenyszférában. Azt gondolom, az, hogy milyen szándékkal jött létre maga a közfoglalkoztatási intézménye, az nem megkérdőjelezhető, hiszen mindenki egyetért azzal, hogy ne segít, hanem munka lehetőséget adjunk azoknak az embereknek, akik a nyílt munkaerőpiacon nem tudnak elhelyezkedni. Viszont, ahogy mondta, is sokkal árnyaltabban kell kezelni ezt a nagy masszát, mint közfoglalkoztatottak tömege. El kell ismerni, hogy van olyan, aki ott is fog maradni, tehát nem, nem sok esélye van, hogy ő abból kilépjen. Van olyan, akit képezni lehet, és van olyan, aki azért nem megy át már is nyílt munkaerőpiacra, mert nem érdekelt benne. Ezt a három réteget azt gondolom különféleképpen kell kezelni, és a harmadik az az egyértelműen a, a minimálbér emeléssel gondolom, hogy ez már ezt az irányt szolgálná. Igen, hát tulajdonképpen egy mondatban összefoglaltam mindazt, ami jellemzi ezt a területet. Ha megnézzük a munkaerőpiaci adatokat, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt években szinte valamennyi mutatóban, sőt valamennyi mutatóban pozitív változás állt be. Ahol az a jó, hogyha csökkenés van, ott csökkentek a számok, ahol pedig az a jó, hogyha növekedés van, akkor ott növekedés következett be. Ugyanakkor észre kell vennünk azt, hogy az álláskeresők körében pontosan a megváltozó arányok, a magasabb foglalkoztatási szint, a magasabb aktivitási rátának következtében nyilvánvalóan a munkaerőpiac a képzettebb, jobb adottságokkal rendelkező, a, munkaerő, a munkáltatók által elvárt kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat foglalkoztatják először, és a hátramaradó réteg körében egyre gyakoribb az, hogy egyre eh, hangsúlyosabban vetődik az föl, hogy a hagyományos eszközökkel őket nem lehet bevezetni a versenyszférában, nem lehet a piacra bevezetni őket. Ez, és itt van egy nagyon szoros összefüggés a közfoglalkoztatás világával. A közfoglalkoztatásban is egyre eh, szofisztikáltabb, kifinomult eszközökkel kell a közfoglalkoztatottak körét vizsgálni, hogy kik azok, akik rendelkeznek azokkal az alapképességekkel, akikben benne van az esélye és benne van a reménye annak, hogy valóban munkát tudnak vállalni a munkerőpiacon, részesei lehetnek annak a, a a munkaerő hiány következtében egyre, egyre és feszítőben megnyilvánuló munkaerőkeresletnek haszonélvezői lehetnek, amelyek ma már a megyénket is elérték, és itt is jellemzővé váltak, vagy pedig speciális eszközöket kell alkalmazni, meg kell nézni ki az, aki képezhető, ki az, aki célirányos, jól megtervezett képzési programokkal fölfejleszthető arra a szintre, hogy belépjen a munkaerőpiacra, és ki az, akinek tartósan arra kell berendezkedni, hogy valamilyen alternatív foglalkozási, foglalkoztatási módban, foglalkoztatási lehetőségben kell részesülni. Én nem igazán kedvelem azokat a sommás, és nem tartom igazságosnak azokat a sommás megállapításokat, Amelyek most már arról beszélnek, hogy belekényelmesednek tömegesen az emberek a közfoglalkoztatás világába. Hiszen ne felejtsük el, hogy néhány évvel ezelőtt még az volt a probléma, hogy belekényelmesedtek az emberek a segélyezés világába. Az és az volt a szándék, és az volt az akarat, hogy ebből a. Ebből kilépjenek, ebből a fajta testpecségből, és ebből az inaktivitásból, és egy speciális foglalkoztatási formával teremtsük meg a lehetőséget, és potenciálisan az átmenet lehetőségét a munkaerőpiac irányába. Ebben a feladatban az egyes szereplők milyen részfeladatokat vállalnak, illetve például mondjuk a képzésből mennyire veszik ki a részét a munkáltató. A munkáltató speciális programok formájában és döntően a már állományában lévő dolgozókra fókuszálva és koncentrálva valósít meg képzési programokat. Tehát akit már fölvettek, azt a lehető legteljesebb mértékben alkalmassá akarják tenni a saját maguk módszereivel arra az adott munkakörre, ahová őt fölvették. Azonban nincs mindenki az ő látókörükben, és én azt gondolom, hogy valóban, ahogyan ön is ezt fölvetette, sok mindenkinek lehetett ebben szerepe. A közfoglalkoztatást megtervezőknek, a közfoglalkozók közfoglalkoztatáson belüli képzési programoknak a megtervezőinek, az önkormányzatoknak, beleértve a megyei önkormányzatot is, és erre külön... Szeretnék kitérni, hogy hogyan, milyen módon, és a, a foglalkoztatóknak is, illetve a kormányhivatal erre hivatott ö, főosztályának, aki a hagyományos, szokásos, bevett ö, munkaerőpiaci eszközöket kormányozza, irányítja és gondoskodik arról, hogy minél szélesebb körben eljusson az álláskeresőkhöz. Azonban ö, elérkezettnek látjuk, és ö, minden jel arra utal, hogy szükséges az, hogy mindezek a törekvések és sokszor egymással szembe, látszólag szemben álló szempontok, ezek egymásra találjanak, hogy egy kiegyensúlyozott együttműködés eredményeképpen több lehetőséget teremtsenek. Egyrésztről a keresletet támasztó munkadók számára, másrészt pedig a kínálati oldalon álló álláskeresők számára. Ezért vesz részt a megyei önkormányzat konzorciumban a megyei kormányhivatallal, vállalta azt, hogy pályázatot nyújt be egy megyei foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési megállapodás lánykori nevén munkaügyi paktum létrehozására, megvalósítására és az ehhez kapcsolódó program viteli, végigvitelére, hasonlóképpen a megyei jogú városhoz és azokhoz a kisebb Regionális kezdeményezésekhez, amelyek helyi munkaügyi paktumok címen a megye területén létrejönnek, és hasonló módon a területi operatív program keretén belül pályáztak támogatásra. Ez egy olyan ernyő szervezeti kezdeményezés, ahol a, a, az imént említett törekvések, azok egymásra találnak, egy paktum szervezeten belül megfelelő fórumot biztosítva a különböző szempontok érvényre jutására, és egy olyan megyei foglalkoztatás és gazdaságfejlesztési stratégia megalkotására, egy, egy megvalósíthatósági tanulmány, mint valamiféle irányelv, gyűjtemény és módszerbeli egy, egy metódust meghatározva, olyan irányokat jelöl ki, amely biztosítja azt, hogy a munkaerőpiacon érintettek, azok a lehető legsikeresebbek, és az érdekeiket leginkább érvényesítve tudjanak. Összességében egy kedvezőbb, egy jobb munkaerőpiaci foglalkoztatási helyzetet elérni, másrészt pedig ennek a gazdaságfejlesztési hatásait elérni praktikusan. Alelnök úr, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, örömmel számolunk majd be a javaslatokról és amit Köszönöm. ott összegyűjtenek.